Közeledik a választás időpontja, a bátaszékiek 5 helyszínen adhatják le voksaikat április 3-án. Minden bizottságban 3 fő választottag és 4 vagy 5 fő megbízottag fog közreműködni. Ez azt jelenti, hogy szép számban fog működni mindegyik bizottság, és ez azt is eredményezi, hogy a munkát jól meg fogják tudni szervezni. És ez most azért nagyon fontos, mert nem csak az országos, tehát az országgyűlési képviselőválasztás lesz, hanem egyben országos népszavazás is. A választópolgárok 3 szavazólapot kapnak majd a szavazás során. 2 az országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódóan az egyéni, illetve az országos listást, emellett pedig az országos népszavazásra vonatkozó szavazólapot is. Ebből kifolyólag 2 helyen kell majd a névjegyzéket aláírniuk, és a napközbeni jelentések során a bizottság 2 számot fog felénk jelenteni. Az egyik az országgyűlési képviselőválasztáson megjelentek száma lesz, a másik pedig az országos népszavazáson résztvevők száma. Az idei évi választás nem csak a népszavazás miatt rendhagyó, bár lecsengőben van a koronavírus járvány 6. hulláma, nem tűnt el a vírus, így várhatóan gördíthet akadályokat a választópolgárok elé. A választási iroda igyekezett minden lehetséges problémára megoldást találni. Előfordulhat, hogy egyes választópolgárok karanténba kerülnek, vagy karanténba lesznek a választás napján, nekik sem kell megijedni. Még a választás napján is van lehetőség mozgóna iránti kérelmet benyújtani. Ezt akár online is megtehetik, akkor itt a helyi választási irodába érkezik be a kérelem. Mi ezeket a kérelmeket kijuttatjuk a szavazókörökbe. Úgyhogy a Szavazatszámláló Bizottság ezeket el tudja majd bírálni a nap folyamán. Ami nagyon fontos, hogy 12 óráig. A választás napján 12 óráig érkezhetnek be a kérelmek, illetve hozzátartozó révén a szavazóhelyiségbe is el lehet juttatni. A fontos az, hogy írásbeli kérelemre tudunk csak mozgóurnát biztosítani. A mozgóurnát kivívő szavazatszámláló bizottsági tagoknak maszkot, fertőtlenítőt és gumikesztyűt adnak az egészségük megőrzése érdekében. Vannak azonban olyanok, akik nem szavazhatnak az országos listára. Nemzetiségi listára is lehet szavazni abban az esetben, hogyha nemzetiségiként regisztrált, és ennek a kiterjesztését kérte a választópolgár. Ebben az esetben az országos listára nem tud voksolni, hanem a nemzetiségi listán adhatja le a szavazatát. A névjegyzéken ennek megfelelően került feltüntetésre, vagy kerül majd feltüntetésre a neve is, abban az oszlopban kell majd a választópolgárnak aláírni a nevét. A voksokat április 3-án vasárnap az illetékes szavazókörben reggel 6 órától este 19 óráig adhatják le a választópolgárok. Fontos, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel.